Jó estét kívánok, ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2014. május 16-án, pénteken este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. A mi utcánk, a mi jövőnk. Vasárnaptól ismét gurul a város. Hangszerbemutató és meghallgatás. Várja a növendékeket a zeneiskola. Népi hagyományok. Bemutatták néptánctudásukat a piarista diákok. Az előrejelzések szerint már holnaptól jobb időre számíthatunk, ám időjárástól függetlenül a sport és egészségnap programjait megtartják, igaz rossz idő esetén a Fleskároly Kulturális Központban rendezik meg. A Struc Futóklub Dunatakarék Szigetköz mini maratonjára még a helyszínen is lehet nevezni vasárnap reggel, és idén is gurul a város. A kezdés időpontja azonban a plakáton tévesen szerepelt, a bringások és görkorisok 17 órakor rajtolnak majd. Még nem is ért véget a nevelési év, már is a következő szeptemberre készül a Mosonyi Mihály Zeneiskola. Tegnap hangszerbemutatókat, este pedig hangversenyt tartottak a Kulturális Központban. Ma és két hét múlva pénteken pedig a leendő növendékeknek lesznek meghallgatások. A rossz időjárás ellenére is szép számmal érkeztek a kisgyermekek a Kulturális Központba. A színházteremben hangszerek sorakoztak, ezeket mutatták be a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanárai élő szóval. Látjátok, hogy rengeteg húr van benne, így nagyon mély és nagyon magas hangokat is lehet vele játszani, és sokat egyszerre, majd meg fogjátok hallani itt a gyerekektől. Ezért ez a hangszer nagyon jó, mert szinte egy egész zenekar meg tud szólalni, tehát komplet művek kísérettel együtt mindennel megszólaltathatók, és nagyon sokféle műfajban is lehet vele játszani, a komoly zenétől a könnyű zenéig, egyedül zenekarban vagy négykezesben. A növendékek meg is szólaltatták hangszereiket, a zeneiskolába csalogatva az ifjabbakat. A közönség jutalma, tap sem maradt el, lelkesen köszöntötték a muzsikát. A zeneiskola május 30-án délután 2 és 4 óra között tart felvételi meghallgatást. Minden tanszakára jelentkezhetnek azok, akik zenélni szeretnének. Több mint 100 gyermek táncolt a piarista iskola udvarán. Az intézmény hagyományosan a táncforgataggal búcsúzik az évtől. Ilyenkor mutatják be a szülőknek a gyermekek, hogy mit tanultak az elmúlt esztendőben. A néptánc oktatás már 8 éves múltra tekint vissza a piarista iskolában. Hatodik alkalommal tartotta meg a táncforgatagot a piarista iskola. A diákok egyik legkedveltebb időtöltése ugyanis a néptánc. Szívesen járnak el a foglalkozásokra. Azért, mert az apa is néptáncol, meg azért, mert jól le tud nyugtatni, meg nagyon jó táncolni. Jó testmozgásnak is, és azért is, mert szeretem. És eléggé jó mozgás. A néptánc oktatásnak közel 10 éves múltja van az intézményben. Ugye ez nem csak a táncot jelenti, hanem az énekhez is kapcsolódik, a népdalok éneklésével, a mozgáshoz is kapcsolódik, ugye a testnevelés révén, de a történelemhez is tanítja a tanár a történelmi táncokat is ezeknek a gyerekeknek. Tehát egy kis összefoglalás, egy kis évvége előtti, vagy évvégi bemutatás a szülőknek, hogy miről szól ez a kis óra. A néptánc kultúrájának elsajátítása közben más dolgokat is tanulhatnak a gyermekek egy-egy próba alkalmával, például a legszebb magyar népdalokat. Az éneklés mellett persze más dolgokat is meg kell tanulnia egy táncosnak. Az egyensúly például elengedhetetlen a koreográfiához.
de vannak gyermekek, akiknél nem csak a mozgás öröme szólt a néptánc választása mellett. Szeretem a táncokat is, sokfajta tánc van, és szeretem a hagyományokat, a népi hagyományokat, hogy mi mindig mással ismerkedünk meg, és ezt nagyon szeretem benne. Táncolunk, meg néha szoktunk meséket nézni. Szeretem volna megismerni, hogy milyen népies táncok vannak, és ez érdekel, és foglalkoztat meg, hogy szeretek táncolni is. Már elsős korom óta néptáncolok, és nagyon szeretem Laci bácsit, mert kedves velünk, és jó táncokat tanít. A táncforgatag egyik díszvendége Széles Sándor volt. A kormány megbízott köszöntőjében a kultúra örökítésének fontosságát emelte ki. Mondom, hogy ti is igazi ajándékot kaptatok, a közösség érzését, a hagyomány tiszteletét, és még olyan sok-sok tudományt, illetve olyan sok érzést, amit meg kell tudnunk becsülni. A néptánc tudással, a dalok, valamint a magyarok kultúrájának ismeretével a hazaszeretet is erősödik a gyermekekben, ezt pedig később átadhatják az utókornak. Közel 150 diák számolt be idegen nyelvi tudásáról a Móra iskolában. A Német Nemzetiségi Intézmény minden évben megtartja a Schiller versenyt. A regionális szintű megmérettetés az egész járást megmozgatta. Az intézmény aulájában műsorral kezdődött a rendezvény. A megnyitót követően minden diák a számára kijelölt terembe ment, ahol az általa kiválasztott szöveget előadta. A hallottakat szakmai zsűri értékelte. Az első osztálytól a 8. osztályig jelentkezhettek a tanulók. Az egyfordulós verseny szóbeli feladatból állt. Egy szabadon választott verset vagy prózát kellett előadni német nyelven. Vendigrede höz und zu. Verbusprist, dann bin ich still, weil ich die verstehen will. Wenn du fährst, helf ich dir auf, und du fängst mich, wenn ich lauf. Ismét véradás lesz városunkban. Május 27-én kedden 11 órától 15 óráig várják az önkénteseket a szociális foglalkoztatóba. Most néhány hasznos tudnivalót hallhatnak a véradásról. Van néhány dolog, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni a véradást megelőzően. Az egyik legfontosabb szempont a bőséges folyadék fogyasztása, mivel a véradás során 4,5 deciliter vért vesznek le, és azt javasolt már előre pótolni. Alkoholt természetesen tilos előtte inni, és utána sem javasolt. Véradásra csak a kiadós reggeli elfogyasztása után menjünk. Minimum 18, maximum 65 évesen lehet jelentkezni, a testsúly pedig nem lehet kevesebb, mint 50 kg. Nők évente 4-szer, míg férfiak 5-ször, legalább 56 nap elteltével adhatnak vért. Egy alkalom nagyjából 30-45 percet vesz igénybe, ebbe már az adminisztráció is beletartozik. Május 27-én kedden délelőtt 11 órától egészen 15 óráig várják a segítő lakosokat a szociális foglalkoztatóba. A Vöröskereszt akciójával egy ember akár 3 életet is megmenthet. A Lajtahanság SLB csapatának győzelmével zárult a Moson-Magyaróvári kistérségi amatőrteke bajnokság 2013-2014-es szezonja, tudatta televíziónkkal a versenybizottság elnöke. Pataki Lászlótól megtudtuk, nagyon szoros lett a bajnokság vége. A győztes csapat csak a jobb játszma arányának köszönhette a győzelmét a második helyezett, szintén 28 pontos Mosoni TC előtt. Nem jutott döntőbe az Óvári Sárkányok csapata a Magyar Bajnokság második divíziójának első versenyén Győrben. Az ord időjárási körülmények között a mieink 400-addal maradtak le a döntőről, mondta a televíziónknak az MBSE szakosztályvezetője. Német Henriett hozzátette, a reményfutamban elért harmadik hely is kevés volt a döntőbe jutásra. A Moson-Magyaróvári csapat edzője Salga István volt. Május 24-én szombaton rendezik meg a magyar-szlovák-osztrák kerékpáros béketúrát. Ez lesz a 25. ilyen alkalom. A résztvevőket reggel busszal szállítják Pozsonyba, onnan indul a túra 9:30. Köpcsény és Miklósfalva után Hegyeshalomnál lépi át a menet a magyar határt, és Moson-Magyaróváron áthaladva délután 2 óra körül ér Lipótra. A túrát teljes útzár biztosítja. Az előzetes jelzések alapján 1500-nál is több résztvevőt várnak a 3 országból és minden korosztályból. A kiírásunkban is úgy szerepel, hogy az 5 évestől a 99 évesig, úgyhogy tulajdonképpen mindenki előfordul,
volt olyan, hogy a 4 éves kisgyereket úgy tologatta apuka végig a túránkon, de volt olyan idős bácsi, aki 76 éves volt és végig tekerte becsülettel. 75 kilométeres a túránk, én azt mondtam, hogy egy nagyon-nagyon fizikai felkészülés nem igazából igényel, mert ebben a 75 kilométerben nagyon sok pihenő van. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2014. május 16-án. Most a hírháttérben a civil pályázatokról beszélgetünk az egyik bírálóbizottság elnökével, Stár Katalinnal. Majd pedig térségi hírösszefoglalónkat, a járási panorámát láthatják. Friss hírekkel május 19-én hétfőn este 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!